templomosok hogyan tanítanak bennünket tovább a mágikus, misztikus dinasztiákról. A merovingok. Úgy is mondhatjuk, hogy az a titokzatos nép, akit az akkori római egyház is elfogadott, az Isten fiú királyoknak, Isten földi gyermekeinek. Frank állam alakulatnak is mondjuk ezt az uralkodói családot. Ha valaki lexikonukba utána néz, hogy kik voltak a merovingok, ezzel a mondattal kezdődik: hosszúhajú királyok. 5. századtól a 8. századig uralkodtak, 447-ben Merové az első királyuk, és 751-ben pedig harmadik Childerik. Itt most csak Dióhéjban jegyzem meg, hogy Attila 453-ban halt meg, tehát látjuk, hogy Merové Attila előtt 6 évvel már király volt, hogy időbe is ezt el tudjuk most helyezni. Az uralkodó, Merové, mondják, talán csak egy legendabeli vezér, így szól legalábbis a történelem. Nem tudják, vagy nem akarják tudni, ki volt az anyja, ki volt az apja, honnan jött, hogy csöppent a frankok közé, egyszer csak megjelenik. Latin formába Meroveus, Meroviusnak is írják, franciául Merovének ejtik. Ki volt ő? És ki lehetett az ő édesapja? Milyen ágon születik? Túri Gergely történetíró említi, létezik egy száli frank legenda, ott van egy törzsfő, és van vele rokonságban, vagy vele nem rokonságban álló más előkelő, aki Merovénak az édesapja. Tehát ez a Túri Gergely legenda író, történetíró elmondja, hogy van valaki, akit ismernek a történelembe, de ennek vagy van köze Merovéhez, vagy nincs. Nézzük, mit találunk még a történelem lapjaiban, mit találunk a mitológiában, mit találunk a legendákban. A történelem könyvek a merovingokat furcsa módon Clovistól emlegetik, 481-től 511-ig volt király. Már maga az a tény is rejtély volt sokáig, hogy Clovisnak vagy Klodvignak ki volt az édesapja. Nem olyan régen találták meg az édesapjának, Childeriknek a sírját, Tournaiban találták meg ezt a sírt. Ez Franciaország és Belgium határán, már a belga területeken található ez a kisváros. Módunkban állt a jelenkor ásatásain, kutatásain jelen lenni. Elidőzhettünk Klodvig édesapjának, Childerik királynak az erekjénél, a belgiumi Notre-Dame-ban. Megjegyzem, meglepve tapasztaltam, hogy a belgiumi kisváros vendéglője milyen nevet hordoz. Egyre gyülekeztek a jelek. Ki lehet Merové? Ki lehet az apja? Kihez lehet köze? Igen titokzatos, hogy a merovingok írása igen nagy hasonlóságot mutat a székely magyar róvás íráshoz. Egész pontosan megegyezik az ír róvás írással, mintegy 5 betű különbség van a székely és a hun róvásírás között, és igen nagy hasonlóságot mutat az angolok, a británok
hogy mondjam, a británok róvásírásával, ami meg szinte tükörképe a hun róvásírásnak. Újabb titokzatos dolgok a merovingokkal kapcsolatban. Nem tudják, kik ők, honnan jöttek. Annyit tudnak, hogy Isten gyermekek, és a pápa maga is, mint Isten fiúkat, királynak fogadta el őket, égi és földi királyoknak. Childerik édesapja volt maga Merové. Childeriknek megtalálták a sírját, és legendákba beszélnek egy Merové nevű ősről. Igen rejtélyesen szólnak róla. Legendák őrzik csak a nevét. Igen rejtélyes, hogy miért akarják a család eredetét a történészek, illetve azok, akik a történelmet feljegyezték, saját szájuk íze szerint, mondhatnánk a koruk propagandistái, eltitkolni az utókor elől. Egyes feljegyzésekben Meroveus apja egy vízi isten volt, aki szeretkezett Meroveus édesanyjával, és így a fia isteni tulajdonságokat örökölt. A legendák arról is beszámolnak, hogy ez a valaki alig, hanem egy triton volt, a génjeit átadhatta a magzatnak. A legendák szerint Merové természetfeletti erőkkel rendelkezett. Varázslók királya, királyok varázslója lett. A gyógyító ereje hatalmas volt. A 300-as évek végén és a 400-as évek elején, itt csak megjegyzem, pont akkor, amikor Attila hunnyai a Rajna vidékén voltak, meghódították a Rajna vidékét, a németek által kézben tartott területeken megjelenik ez a nép. Ha megvizsgáljuk ezt az időszakot, a hun időszakot, akkor látjuk a hun birodalmat, és látjuk ezt a bizonyos frank alakulatot, határos a hun birodalommal. De menjünk tovább a szálakon. A legenda szerint Merové két apától származó gyermek, aki az Isten természeti erővel ruházott fel, és megint fölmerül az emberbe a kérdés, ki lehet ez a két apa? Hát egyet sem tudunk, annyira titokzatos a dolog, egy apát sem tudunk, de a legendában azt mondják, két apja volt. A legenda utal egy olyan házasságra is, Merové édesanyja esetében, ahol a leszármazás anyai ágon keresztül öröklődik, de jelképesen lehet két isteni vérvonal egyesítése is. A Merovin királyok hosszúhajúak voltak. Mondják a római feljegyzések, ez akkoriban germán viselet volt. Próbálják keresgetni, hogy ki lehetett Merovénak az apja. Hát én ismerek olyan népeket is, akinél szintén divatos volt a hosszú haj. Ez itt egy Merovin király, akit láttok. Hasonlít ez a bennetek lévő hosszú hajú képek közül valakire, valakikre? Mert ha igen, akkor már azt hiszem, ti is érzitek, egy olyan titoknak a szálán kúszunk előre, ahol valami nagyon érdekeset fogunk találni. Több történész próbálta bebizonyítani, hogy a merovingok ősei Árkádia felül vándoroltak a Duna mentén, majd felfelé a Rajnán,
és végül a mai Németország és Franciaország határán telepedtek le. Megjegyzem, körülbelül azokat a területeket, azokat a vándorlásokat írják le, amelyen annak idején a kelták is jöttek, és azokat a területeket jelölik meg, amely területeket a rómaiak lehigáztak. De úgy is mondhatnám, hogy a merovingok jövetelét arról a vidékről mondják a történészek, ahol kik éltek, hát a hunok. Itt szólnak még az írások a hunokról is, a szikambriánusok bevándorlásáról Galliába, a Merovin királyok még későbbi korokhoz viszonyítva is hatalmas mennyiségű aranyat halmoztak föl. Igyekszem azokat az adatokat most felsorolni, amit ha elkezdünk kutatni a merovingok után, föllelünk, hiszen a merovingok, a frankoknak, a franciáknak az ősei, képzeljétek el ezt a büszke népet. Mennyire akarja tudni, ki volt az ősapja, ősanyja? Hány történész, hány kutató dolgozott ezen? De bizony, aki már eljutott Klodvigig, vagy Childerikig, már az is hatalmas eredménynek számított. Merovét szinte ki sem merik mondani, annyira nem tudnak róla szinte semmit. És hát a Meroving ház róla kapta a nevét. Köztudomásul, hogy a hunoknak több hely és város, így Bizánc is, Róma is, évi több tonna arannyal fizetett adót. Az Attila előadásokon ismertettem veletek azokat a tényeket, hogy bizony Attilának évente volt úgy 10-15 tonna aranyat fizetett Bizánc adóként, hogy Attila nyugton tartsa őket, békén tartsa őket. Miért kért a bizánciaktól 10-15 tonna aranyat? Mert tudta, ha nem kéri el, katonákat vérelnek és háborúznak. Így tudott békességet teremteni a térségben Attila. Hatalmas vagyont halmozott fel a Kárpát-medencébe, ahol a Hun birodalom akkori központja volt. Egyszer csak Attila halálát követően, 453-as éveket követően azt mondják, eltűnt a Hun birodalom, eltűntek a Hun kincsek. Történik azonban még valami, ahogy eltűnnek a Hun kincsek, nagyon sok Merovin kincset találnak. Egyszer csak a semmiből előtűnnek a Merovin kincsek. Itt egy igen komoly bizonyítójel van. Mégpedig az, hogy a hunoknak valami nagyon komoly köze lehet a Meroving házhoz, hiszen amikor a hun vagyon eltűnik, ugyanabban az időpontban megjelenik valahol. Nem máshol, mint a merovingoknál, a frank területeken. Nyilvánvaló a legendákból, a Szikambriából való származás, és egyértelműen a hunokra utal az, hogy a 400-as évektől lehet fellelni és követni a családfájukat. Igen titokzatos, mítikusnak tűnő, de valóságos családfa ez az ártatlan égi vér. A frank uralkodók voltak a merovingok, 12 éves korukban ezek a fiatal gyermekek már királyok voltak, olyan érettek voltak testileg és szellemileg is. Egy ókori latin forrás a tengeri lényt, Merové édesapját, Quinto Taurushoz hasonlítónak mondja. De mi az a Quinto Taurus? Quin, ez ötöt jelent. Akik mágikus tanulással foglalkoztak
tudják, ott is a quint essencia, ami a mágusoknak az eszenciája. Ez a titokzatos quint essencia a négy elemen kívül tartalmaz még egy bizonyos elemet, ami tisztább még a tűznél is. Ez a quint essencia valami olyan tiszta csoda, ami mindig felfelé törekszik, amiből a csillagok is születnek. Vajon az etimológia arra utal, hogy a Quintaurus olyan lény, amely a csillagokból érkezett? Megjegyzem, úgy, mint Csaba királyfi csillagösvényen. Nagyon különös, hogy a görögök a Kárpát-medencében élőket hiperboreusoknak mondják. Szó etimonokra bontva a hiperboreus szót, kapunk egy hiper szót, kapunk egy bore, és kapunk egy us szógyököt. A bor szógyök, Erdélyben a mai napig így hívják a vizeket, borvíz, bort jelent. Az us, ős kifejezés. A Kárpát-medencében hiperboreusok élnek, hipervízi ősök élnek. Mit gyanítanak? Merovéna ki volt az egyik apja? Egy vízi isten. És ki volt a másik? Így kapjuk a hipervíziós megfelelőjét a hiperboreusokból. Milyen különös, hogy Attila hun nagyvezér főhadiszállása pontosan a hiperboreusok földjén van, és milyen különös, hogy a burgondokkal igen szoros kapcsolata volt folyamatosan, és hogy Attila életéről szóló előadásomban elmondtam, hogy a burgondokkal úgy írják le Attilát, mintha mindig csatározott volna, és hogy hol lehet fülönfogni a turpisságot, hogy Priscosz nemigen az igazságot meséli el, az abból derült ki, hogy ez a derék, békés, iparos, földművelő, burgond nép egy nap föllázad, és az a kis parányi nép neki megy a hunoknak, a harcedzett hunoknak, akik 20-szoros túlerőben vannak, és legyőzik azokat. Szinte meseszerű, szinte groteszk ez a történet, de annyiszor leírják, hogy Attila háborozik a burgondokkal, hogy már gyanús. Az Attila előadásomban sikerült arra rávilágítani, hogy nagyon jó barátságban volt a burgondokkal. Hogy mennyire jó barátságba, az hamarosan ki fog derülni. Kilóg már itt is a lólába. Attilát úgy írják le, hogy Kína felől érkezett, Kárpát-medencébe volt a központja, és innen hatalmas etápokkal Bizánctól a mai Spanyolországig, Franciaországig nagyon komoly hadjáratokat indított. Attila a kínai feljegyzések szerint az óceánon túlról érkezett, egy földnek a másik feléről, Kína partjaihoz. Vizen keresztül jött Attila. Isteni ereje volt. Rakjuk össze ezeket a gondolatokat. Jön egy férfi, akiről tudják, hogy az Isten fia. Vizen keresztül jön. Egy vízi ős. És amikor megérkezik, az a hely, ahol állomásozik, a görög feljegyzések is azt mondják, hiperboreusok lakják. Hipervízi ősök lakják. Istenek, akik a víz, a nagy víz felől jöttek. Egy igazi vízi istennek tudják, akit mások
Isten ostorának szólítanak. Tudták Kínában, és tudták Európában is, hogy Attila az Isten fia. Ez a hatalmas Istenember, Attila, megkereste Európában Jézus Urunk és Mária Magdala leszármazottját, Inanna és Nándor gyermekének leszármazottját, egész pontosan Ildikót, Erdélyben. Ildikó anyai ágon örökölte az isteni vért. Emlékezünk a legendára? Merové édesanyja anyai ágon örökölte a titokzatos erőt, és két apja volt. Attila feleségül vette Ildikót. Ildikó három gyermeket szült. Az egyik gyermekük 6 évesen meghalt. A kisebb gyermeküket Csabának hívták. Attila halála után Csaba visszamegy Dél-Amerikába, ahonnan édesapja érkezett. A legidősebb fiúnak a neve Merové. Merové még Attila élete során feleségül veszi a frankok földjén élő királykisasszonyt, burgond királykisasszonyt. Ezért kellett Priscosznak az Attila legendákban tűzzel, vassal, minden áron a hunokat és a burgondokat egymás ellenségeinek megmutatni, hogy az utókornak ki ne derüljön, hogy Attila édes gyermeke vette feleségül a burgond király kisasszony, és az ő leszármazottjaik lettek. Merové nevéről a merovingok. Égi és földi király csak az lehet, akinek az ereiben Istentől származó vér folyik. Ebben a korban ez nem is volt másképpen, mint Jézus Urunk és Mária Magdala leányának, Inannának égi vérvonala. Ezért is jött Európába Attila, hogy Isten vérvonalát felelje és tovább örökítse. Így a vérvonal örökösei Mária Magdala és Jézus Urunk gyermeke révén Merové és Csaba lettek. Merové, így Attila felesége Ildikó révén Mária Magdala és Jézus Urunk égi vérvonalának továbbvivője, akinek az ereiben egy másik Isten gyermek vére is folyt, nem másé, mint Attiláé. Innen érthető, hogy anyai ágon, Mária Magdala ágán egy titokzatos isteni vér folyt benne, és még egy apja volt, Attila, akiben szintén isteni vér folyt. Két apja volt, egy anyja, de mindezeket csak az érzi, aki érti a lélek újbóli leszületését. A szellem újra és újra való leszületését. Itt válik nyilvánvalóvá ez a misztikus titok, ami a merovingok legendáiba terjeng szár. De ők még mindezeket megfejteni nem tudták. Vagy mondhatom úgy is, hogy éppen most fejtettük meg. És hogy mi közünk van nekünk a merovingokhoz? Hát ugyanannyi, mint önmagunkhoz. Hiszen ugyanabból a családfából származunk. A merovingok családfájának megfejtésével saját magunk családfáját fejtettük meg.
Jézus szavaival élve. Nem tudhatod, kiben milyen lélek lakozik. A Merovink ház, melyet a pápa és más nagy uralkodók is Isten vérvonalának tartottak mindig, igyekeztek mindig a Merovink házból hercegnőket feleségül venni, leányokat, hogy királyságukat legitimmé tegyék. Ugyanis csak az a király király, akiben égi vér folyik. A Merovink ház ilyen ház volt. Égi vér folyt ezeknek az embereknek az ereiben. Amikor a Merovink házat legyilkolják, Kis Pipin, Nagy Károly, Napóleon, mindnyájan Merovink herceg kisasszonyt vesznek feleségül, hogy a királyságukat próbálják legitimmé tenni a Merovink király kisasszonyokkal. Magyarul kompatibilissé tenni. Kik veszik feleségül a Merovink herceg király kisasszonyokat? Azok, akik legyilkolták a Merovingokat. Ismerős a szisztéma? De kompatibilissé kell tenni